A szkorgolt csömör mérkőzésen, bár az első helyzetet az ellenfél jegyezte, hamar fölénybe került a Kecskemét. Rutai és Sallai tartotta nyomás alatt Varsányi kapuját. Nem sok helyzetet tudott kialakítani a vendégklub, szinte végig visszaszorul saját tér felére a Rubeola. Az első játékrész derekán még Tombásznak kellett vetődnie, a 13. percben azonban megszerezte a vezetést a Kecskemét. Nagy passzol Sallainak, aki utána jól adta vissza a labdát, amit Nagy a kapuba bombázott. Ekkor 5 emberrel kezdett támadni a csömör, nyomás alá helyezve a hazaiak kapuját, így 2 perccel később a semmiből egyenlített Horvát. A hajrában kigyűlt a 6 csapat faltja a hazaiaknak, a kis büntetőt azonban fölé lőtte a Rubeola. 1-1 volt az állás a szünetben. A második játék rész elején Tombácnak kellett védenie, de hamar ismét a Kecskemét dominált a pályán. A 24. percben nagy helyzetet alakított ki az ellenfél, Német lövése azonban kipattant a kapufáról. 2 perccel később viszont ismét a szkorgól vezetett, Tombác felívelését követően. A játék rész felénél ismét fölénybe került a csömör, beszorult kapuja elé csapatunk. A 32. percben Dauner egyenlített. A 35. percben szabadrúgáshoz jutott a Kecskemét, amit Rutai értékesített. A 37. percben pedig egy beadást követően Csamangó biztosította be a győzelmet. 4-2-re győzött a szkorgól. Nagy gratuláció a csapatnak, mert nagyon megdolgoztunk ezért a győzelemért. Való igaz, hogy nehéz volt az utolsó 10 perc, de a futszában az utolsó 10 perc az gyakorlatilag egy horrorfilm, úgyhogy ott bármi lehet, főleg ebbe az 5-4 elleni játékba. A Kecskemét így felzárkózott a tabella 8. helyére.